Üdvözöllek! Egy új sorozatot indítottam a csatornán, minden héten bemutatok egy-egy terméket a webshopomból. Ez a második videó ebből a sorozatból. Minden terméknél szó lesz a szedés alkalmazás módjáról, ellenjavallatokról, arról, hogy mire kell odafigyelni, illetve arról is, hogy milyen problémák, betegségek esetén érdemes a terápia részévé tenni őket. Ebben a mai videóban az Immunex Alga Komplexről lesz szó, melynek tervezésében, fejlesztésében én is részt vettem. Ez egy olyan egyedi készítmény, mely 5 mikroalga erejét egyesíti, van benne spirulina alga, chlorella alga, kelp alga magas bioaktív jód tartalommal, litotamnium alga bioaktív kalcium tartalommal és a magas astaxantin tartalmáról ismert Haematococcus pluvialis. A webshopom címét látod nagyban kiírva, de jobb felül is megjelenik a webcím, illetve a videó leírásában is megtalálod. Ha behozod majd a weboldalt, keres rá az Immunex szóra, és már is látod a találatokat. Rendelhető belőle 1, 2 és 3 darabos csomag, a több darabos csomagokra kedvezmények vannak, illetve ingyenes szállítással rendelhetők. Ha csak egy terméket szeretnéd, hogy ajánljak neked, mert egy valamit akarsz csak szedni, megelőzési célból, immunerősítésre, amiben nagyon sok minden benne van, akkor ezt az alga komplexet tudom ajánlani. Sokan miután az Immunexet elkezdik szedni, rövid időn belül látványos változásokat tapasztalnak meg szellemi és fizikai állapotukban. A leggyakoribb jelenség az éberség fokozódása. Azt érezzük, hogy az agyunk sokkal tisztább, a gondolkodásunk élénkebb lett. Az Immunex egy étrendkiegészítő, 180 darabot tartalmaz egy tégely, maximális javasolt napi adagja 6 darab kapszula. A benne lévő spirulina és chlorella algák lényegében biomultivitaminok, több mint 4000 vitális anyagot tartalmaznak, melyek biohasznosulása jobb, mint általában a mesterséges készítményeknek. A chlorella alga az egyik legmagasabb klorofil tartalmú ember által lehető anyag is a természetben, ezáltal ugye kitűnő méregtelenítő. A kelp algának vagy barna algának magas a nyomelem és jód tartalma, hazánkban nagyon sok ember ugye jód hiányos, mivel kevés tengeri ételt fogyasztunk. A litotamnium alga az egyik legjobb bioaktív kálciumforrás, de van benne magnézium, szelén, cink, kobalt, réz és króm is jól hasznosuló formában. A H. pluvialis pedig többek között a bioaktív astaxantint biztosítja. Az Immunex javasolt napi adagja 6 mg bioaktív astaxantint tartalmaz. Ugye az astaxantin a Földünk egyik legerősebb antioxidánsa. Ha először fogyasztasz algákat, fokozatosan emeld a napi adagot, és az is rendkívül fontos, hogy a test súlyodnak megfelelő mennyiségű vizet igyál, mert az algák vízi lények, és elegendő víz jelenlétében tudnak jól működni a testünkben. Az Immunex hatása sok esetben intenzív és erőteljes lehet, ezért az első héten naponta 2 darab kapszulát fogyaszt csak, majd a következő héten 3-at, és így tovább, amíg eléred a számodra ideális napi kapszula mennyiséget. Ezt azért mondom, mert nem mindenki szed belőle napi 6 darab kapszulát, mert még egyszer hangsúlyozom, regeneráló, méregtelenítő, vitaminfeltöltő, energetizáló hatásai erőteljesek lehetnek, és lehet, hogy nem lesz szükséged napi 6 darab kapszulára. A kapszulákat a nap során elosztva vegyük be, tehát semmiképpen sem egyszerre, hanem például 2-t reggel, 2-t délben, 2-t este. Be lehet venni étkezés előtt, étkezés közben és étkezés után is. Nincs meghatározva, hogy mikor szedjük be. A legfontosabb, hogy igyunk elegendő vizet mindig. Sokan vannak, akik azt jelezték vissza, hogy étkezés előtt a legjobb számukra, és vannak, akik étkezés után veszik be. Ha gyógyszereket is szedsz, az Immunex és a gyógyszerek bevitele között legyen egy 30 perc szünet, például a gyógyszerek bevitele után 30 perccel vedd be. Amennyiben szedsz más természetes készítményeket is, szedheted velük egy időben. Ha nem iszol elegendő vizet, akkor jelentkezhetnek emésztőrendszeri tünetek, például puffadásérzet, esetleg kisebb szédülés érzetek, de ezek elmúlnak, ha több vizet iszol. Az Immunexet érdemes a terápia részévé tenni cukorbetegség és magas vérnyomás esetén is. Előfordulhat, hogy a vérnyomást megemeli, ilyenkor vegyük vissza a napi adagot a felére. Ha sokféle gyógyszert szedsz, az orvossal is konzultálj a fogyasztás megkezdése előtt, pláne hogyha többféle betegséged is van. Az algákkal kapcsolatban sok pozitív visszajelzést kaptam ízületi problémák esetén is, elsősorban azt jelzik vissza mások, hogy csökkentek a fájdalmak, könnyedebbé vált a mozgásuk.
Az Immunex-el jó eredményeket lehet elérni emésztési problémák esetén is, sok nyomelem található benne, melyek ugye kulcsfontosságúak az enzimek előállításához, megfelelő működéséhez. Pajzsmirigy alulműködésre általában jók az algák, felülműködés, illetve jódallergia esetén ne fogyaszd, mert jódot tartalmaz, ami tovább pörgetni a pajzsmirigyet. Az Immunex-et nagyon sokan megelőzési célból szedik, immunerősítésre, méregtelenítésre, vitaminpótláshoz. A benne lévő algák hatásai sokrétűek. Az algák első lépésben méregtelenítenek, második lépésben táplálnak, tehát vitaminokkal, ásványanyagokkal, nyomelemeket adnak a testnek. Harmadik lépésben a jód által a pajzsmirigy funkciójának erősítésén keresztül javítanak az anyagcserén, majd negyedik lépésben többek között az asztaxantin által a sejtvédelmet is fokozzák. Az Immunex-et folyamatosan lehet szedni, megszakítások nélkül, nem egy gyógyszer. Szedésével lényegében azt csináljuk, hogy pótoljuk a táplálkozásunkból hiányzó vitaminok, mikrotápanyagoknak egy részét, erősítjük az immunfunkciókat, csökkentjük a szabadgyökök számát, és felgyorsítjuk a méreganyagok távozását a testünkből. Gyerekeknek is lehet adni, 3-12 éves kor között elegendő napi egy darab kapszula, fogjuk meg a kapszulát, szedjük szét, és a tartalmát tegyük bele valamilyen italba vagy ételbe. Terhesség alatt is lehet szedni. Vérhígító gyógyszerek szedése esetén kért ki az orvos véleményét is a fogyasztás megkezdése előtt. Autoimmun betegségek esetén ugyancsak legyünk óvatosak a szedésével. A fokozatos napi kapszula mennyiséget hosszabb idő alatt emeld meg, tehát az első 2-3 hétben csak napi 1 vagy 2 kapszulát fogyasz, majd ezt követően 2-3 hétig 3 darab kapszulát. És figyeld meg a hatásait a szervezetedre. Kis adagokban szedve egyes esetekben jól tud működni, tehát nem okoz gondokat, és vannak olyan tapasztalatok is, hogy javul az állapot autoimmun betegségek esetén is, mert az algák más módon erősítik az immunrendszert, mint a mesterséges vitaminok. A benne lévő asztaxantin azáltal, hogy javíthat a máj funkciókon, fokozhatja azt, hogy a máj milyen gyorsan bontson le egyes anyagokat, ami egyes gyógyszerek hatékonyságát csökkentheti. Tehát ha sokféle gyógyszert szedsz, orvossal is egyeztes a fogyasztás megkezdése előtt. Az Immunex felerősíthet 1-2 hétig egyes tüneteket a testünkben, például erősebb lesz a fájdalom. Ez általában jó jel, mert a regenerálódásra utal, ilyenkor nem kell abba hagyni a szedését. Természetesen, ha hosszabb ideig fennállnak a negatív tünetek, hagyd abba a fogyasztását. Az Immunex-et meg tudod rendelni a www.mannavita.hu oldalon, webshopban. A webáruház címe látható kiírva, illetve jobb felül is megjelenik a videóban, de megtalálod a videó leírásában is. A rendeléseket általában egy munkanapon belül kollégáim elkészítik, majd átadják a futárszolgálatnak, és ők egy munkanapon belül kiszállítják a megadott címre. Ha bármilyen kérdésed merül fel, akár később is az Immunex-el kapcsolatban, nyugodtan ír nekem e-mailt, segítek. Minden termékre a webshopban 30 napos pénzvisszafizetési garancia van, tehát ha bármivel nem vagy megelégedve, kérdés nélkül kollégáim visszatérítik minden költségedet. Ha vannak nyitott kérdéseid még, nyugodtan írd meg nekem, látható az e-mail címem, illetve telefonon is tudsz kérdezni, rendelni kollégáimtól. A telefonszámot megtalálod a webshopban. Ha elkezded szedni az Immunex-et és vannak már tapasztalataid vele, amelyekről szívesen beszámolnál, várom visszajelzéseidet. Sok pozitív változást kívánok neked az Immunex szedésével, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!